nem én a szuliból, és eszembe jutott, hogy kéne egy forgatókönyvet írni. Igazából az eredeti a sztori az az lett volna, hogy két srác ugye fölreked egy ilyen viszonylag lehetetlen szituációban télen a hegyen. Ennek a sztoriszának az ihletése az tulajdonképpen egy valós történet volt. Valójában rájöttem az írás folyamata közben, hogy én egy másik sztorit akarok írni. Szerettem volna egy olyan történetet megfogalmazni, ahol az kijön, hogy az igazság az mennyire relatív, és hogy nézőpont kérdése valójában, hogy milyen szemszögből közelítjük meg, végül is ez lett a fontosabb szál a történetben. És szerintem elég jól sikerült megmutatni azt, hogy ez az igazság, ez mennyire képlékeny, és hogy mindig két oldala van. Amikor így elkap egy történet szála, akkor nem igazán tudom így relatívan megítélni az időt, és hogy több óra az perceknek tűnik nagyjából tavaly év végén már összeállt, és hát utána még az egyes finomságok jöttek így egy-két jelenet, ami kimaradt. A forgatás az életem élménye volt, ezt nyugodtan így mondhatom. Nagyon sokat nevettünk, sokszor küzdöttünk, de igazából pont ettől volt emlékezetes. És ahogy így megelevenedett a történet, az meg külön nagy élmény volt. Legemlékezetesebb pillanat azért mégiscsak így a végére eszembe jutott, amikor a sokadik forgatási napon mentünk le a Mátrába, és ültünk egy ilyen mikrobuszba, és ahogy ott ült hátsó ülésen a Balázs és Dávid, a két főszereplők, és ahogy beszélgettek, meg mentek a poénok össze-vissza, akkor esküszöm azt éreztem, hogy nem is Dávid és Balázs ül az autóba, hanem valójában is Ádám és Zoli. Tehát a két srác egy idő után annyira átélte a szerepüket, hogy tényleg visszaadták teljes mértékben azt, amit szeretünk volna, és aztán később tudtam meg, hogy a két színészünk ugyanazon a napon született. Úgyhogy valahogy ez is így megerősített benne, hogy nincsenek véletlenek. Az Évi volt a főszerzője a sztorinak, így abban a pillanatban, hogy elolvasta a szinopszist, a maga a történetnek a lényegét, így nagyon-nagyon tetszett, hogy két fiatal srácot szól, ahogy ezek szenvednek, hogy végélnek egy egész éjszakát, és hogy ráadásul benne van egy olyan konfliktus is, ami még közben egy lányjal, ami a kettő, egy kettő sztori van benne, ami teljesen ellenmondásos. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon jó sztori volt. Én gondolom, hogy teljesen jól kiválasztottuk a színészeinket, és tényleg elégedett vagyok, mert tényleg nagyon ügyesek voltak, és nagyon jól játszottak. Mindegyik jelenetben elég keményen meg kellett küzdeni, mind a stábtagokkal, a helyszín szerzéssel és magával azzal, hogy tényleg ott egy normális légkört és rendet teremteni. Nagyon szerettem fönt a Mátrában a forgatásot, függetlenül, hogy 27-szer kellett megismételni, és 200-szor mentünk vissza. Az egy kalandos dolog volt, ott tényleg elakadtunk, fönnmaradt a ködbe, aztán a négy horrorfilmet éltem át, mire fölértünk a egyik helyszínről a másikra, és annak volt egy igazán jó hangulata. Miután vége volt a forgatásnak, és este beültünk a kandalló mellé, és átbeszéltük a dolgokat két pánikkal mellettel. Tehát most ugye ez a második, két és feledik filmünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy haladunk, és hát mindenképp tanulni kell, gyakorolni kell, de elég a felületes. Örülök annak, hogy egy ilyen jó stáb összejött, és mindenki nagyon aranyos és kedves volt. Ez mindenképp pozitív. Én, amikor jelentkeztem, akkor teljesen új voltam a szakmában, hogy onnan akkor jöttem ide az iskolából. Igazából ami megfogott, az maga a casting volt, szóval ott már nagyon tetszett az egész csoportnak és távnak a kis lelke és szív. Azt is gondoltam, hogy ebből csak jól jöhetünk ki, és nagyon-nagyon szimpi volt mindenki. A sztori az majdnem, hogy meg is történt velem. Jó barátommal és barátnőnkkel úgy mondván, szóval ez ismerős is volt a helyzet egy kicsit. Most legnehezebb, a túlélni hideget egy kicsit. Az jó volt, az jó nehéz volt. Minden alánk volt dolgozva, szóval nagyon jól össze szoktunk. Egyrészt magában a
forgatásban és magában a filmben a legviccesebb rész nálunk mindig az volt, amikor teát akartunk főzni nagy hidegben, és rájöttünk, hogy tényleg milyen fura, hogyha az ember széjjel, vagy akkor pont teát akar inni, és ezzel nagyon sok vicces pillanatunk volt. Mi mindent megjártunk, amit lehetett, a kocsi lerobbanáson keresztül, az olvadás, minden helyszín, változás, minden, és mégis jót jöttünk belőle, és jó volt. Szerintem egy nagyon kalandos forgatás volt, és abszolút a legemlékezetesebb a Mátrában történt forgatások. Ilyen extrém körülmények között bárki megirigyelhet minket, hogy egy ilyen filmes táv, egy ilyen sztori téli körülmények között nem olyan itt van. A legemlékezetesebb talán, amikor hamaradt a hangzóz. Hamaradt a hangzóz. Gyorsan fel kell találni magukat MacGyver módjára, ott az erdők között. Hoztam egy méteres fát, arra operáltuk rá a mikrofon. Igazából ez volt az első casting, amin én részt vettem, és segítettem szereplőket válogatni. Ez valamiért tapasztalat lesz. Ja, szállt. Egész órában jutott, szerintem. Technikailag azt hiszem, hogy a második forgatási alkalom volt, amin én ott voltam. A legnehezebb az volt, hogy tartsa vissza a gyomorforgásomat úgy, hogy a te hallatszódjon bele a teljes hangba. Ezt le kellett állni, mert így azt volt, úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb kívül, tehát vissza is mentem hátra egy teleobjektívvel, én onnan dolgozom. Soha annyit nem futottam Steadicammel, mint amennyit a Margit-szigeti forgatáson csináltunk el. Először az volt, hogy béreltünk egy elektromos ilyen kis kocsit, ami körülbelül 3-mal ment, tehát így kocogniuk kellett, hogy egy kicsit úgy tudjon, mint hogy gyorsan mennék, és egyáltalán nem működött, úgyhogy jó, akkor hagyjuk. És akkor viszont izomból, tehát olyan gyorsan tényleg még Steadicammel nem futott. Az a jó ezekben a Steadicam mozgások, hogy mindig megtervezünk valamit, és volt egy jelenet, ahol azt hiszem legalább olyan tiszta biztos volt a bárok jelenetnél, akkor így megbeszélünk valamit a Tiborral, hogy akkor innen elmegyek ide, és körülbelül 10 embernek a mozgása be van hangolva, és akkor utána a harmadik ember nem úgy mondja, hogy kéne, és ezért kell 25-ször fölvenni. Ezek ilyen komplexen jelentek voltak, amik egy kicsit azért kihívás volt ezeket megcsinálni. Nagyon sokáig készült a film, én sok jelenetben nem voltam benne, tehát egy csomó mindent nem tudom, úgyhogy nagyon kíváncsi várom, hogy a Tibor hány Steadicam shotot fog bevágni, remélem sokat. A közös munka nagyon tetszett, mert eddig nem ilyen közegben dolgoztam, én nemrég kezdtem el a filmezéssel foglalkozni. Igazából ez volt a legeslegelső alkalom, amikor mikrofont fogtam a kezembe. Innen megfogadtam, hogy mit, hogyan kell csinálni, és most már a következőkben, továbbiakban már bátrabban fogom.